Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Pál, Krisztus Jézusnak fogja, és Timóteus, az atyafi, Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak, és Appiának, a szeretetnek, és Arkippusznak, ami bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányába, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében minden bennetek levő jónak megismerése által. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, atyám fia. Annak okáért jó lehet nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni neked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor te neked haszontalan volt, most pedig mind neked, mind nekem nagyon hasznos. Kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet, fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig óráig, hogy őt, mint örökké valót kapd vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nekem, mennyivel inkább pedig neked, mind testben, mind az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, ezt nekem rót fel. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem. Hogy azt ne mondjam neked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nekem. Bizonyára, atyám fia, jó téteményt várnék tőled az Úrban. Vidámítsd meg az én szívemet az Úrban. Bízván a te engedelmességedben, így írtam neked, tudván, hogy te annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nekem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért nektek ajándékoztatom. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban. Továbbá Márk, Arisztarkus, Démász és Lukács az én munkatársaim. Ami Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel.